Ez a Hírmix, az Ultrahang hír összefoglaló műsora. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, és ma kivételesen én jöttem Longauer András kollégám helyett. Sok olyan dolog történt, amelyet most úgy gondoltam, hogy én szeretnék megosztani a kedves hallgatóinkkal. Azonnal kezdünk, de előtte arra kérek mindenkit, hogy ha még nem tették, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra. És akkor rögtön egy hír, ha már feliratkozás, hogy a YouTube egy hétre felfüggesztette a Hit Rádió csatornáját. Ugye a Hit Rádiónak én felelős szerkesztője vagyok, ráadásul egy olyan műsor miatt kapta a büntetést a rádiónk, amelyben jó magam is részt vettem. Még vasárnap reggel kaptunk egy e-mailt a YouTube-tól, amelyben azt írják, hogy kedves Hit Rádió, csapatunk felülvizsgálta a tartalmadat, és megállapítottuk, hogy az sajnos sérti a következő irányelvünket, gyűlöletkeltésre vonatkozó irányelv, a következő tartalmat eltávolítottuk a YouTube-ról, Izrael Greta Thunberg a palesztinok mellé állt, ez az Igazság Ligája című műsorban volt, melyet Kauzel Alexandra vezetett, és Rehák Rima Szombati Andrea, Longauer András és jó magam beszéltünk benne. Mi végighallgattuk ezt a műsort azóta, és hát amúgy is nagyon nehéz szerintem ránk azt mondani, hogy gyűlöletkeltésre buzdítunk bárkit is. Ez a teljes felvétel egyébként a hitradio.hu-n azóta is meghallgatható. Az a következmény egyébként, hogy egy hétig nem tudunk új tartalmat közzétenni. Ha még egyszer ilyen előfordul, akkor két hétre tiltanak le minket, ha pedig harmadszor is fennakadunk a szűrőn, akkor törlik a teljes csatornánkat. Hát üdvözlünk mindenkit a szép új világban. Nem akarom azért túl dramatizálni a helyzetet, hiszen egyrészt másokkal is előfordult már, ugye többek között a PSTV-t teljesen eltörölte a YouTube, illetve mi azért egy hét múlva visszatérhetünk, de hát mindenképp szomorú látni azt, hogy a YouTube cenzúrája minket is elért. Azért is érdekes, mert ugye a felfüggesztést az izraeli témában kaptuk, azzal az Izraellel kapcsolatban, amellyel kapcsolatban azért sokszor megfogalmazódik, hogy biztos együttműködik a háttérhatalommal, meg a globális világelittel. Hát úgy tűnik, hogy itt most pont nem ez történt. Egyébként a Hit Rádió tartalmait a következő egy hétben a Hit Rádió Plus csatornán tudják meghallgatni, illetve Fekete Rita kolléganőm csatornájára is közzétesszük az általa készített műsorokat. Ezek a videók felkerülnek a hitradio.hu-ra is, és hát keressük az alternatív platformokat. Ezerre dolgozunk azon egyébként, hogy a Rumble-ön, illetve más platformokon is rajta legyünk. Pont mondtam ma reggel Longauer András kollégámnak, hogy regisztráljunk be az X-re, lánykori nevén Twitter. Erre elmesélte, hogy azt meg pont Európában terveznek betiltani, mert hogy nem tudják kezelni. Szóval ezerrel zajlik az élet. Én azt kérem még, hogy aki csak tehet, iratkozzon fel a hírlevelünkre, van a Hit Rádiónak és az Ultrahangnak is ilyen, hogyha esetleg elér minket a cenzúra, akkor kapcsolatban tudjunk maradni, és tudjuk közölni, hogy hol találnak meg minket. És az a helyzet, hogy biztos, hogy sok vitánk van, és sok olyan témával foglalkozunk, amivel a kedves hallgatók sem értenek egyet, és szerintem ez így van jól, de az, hogy bárkit letöröljenek, bárkit felfüggesztenek, ráadásul gyűlöletkeltésre hivatkozva, a YouTube-on a mai napig pont ma küldözgettek nekem tényleg mindenféle nagyon szomorú videót, amit most azért nem merek bemondani, nehogy minket is letiltsanak, de hát tényleg a legbestiálisabb kegyetlenségeket ábrázoló videókat, ezek a mai napig fent vannak a YouTube-on, úgy tűnik, hogy ez nem zavarja a készítőket. Újdonság az is, hogy elhangzott tartalom miatt van a felfüggesztés, hát nagy kérdés. Ugye az viszont természetesen a YouTube konkrétan nem közölte, hogy melyik mondatot kifogásolják. És akkor most jöjjenek az izraeli hírek. A The Washington Post beszámolója szerint a Biden kormányzat komolyan felkészül arra az eshetőségre, hogy több tízezer amerikai állampolgárt kellene evakuálni a Közel-Keletről, ha a gázai konfliktus súlyosbodik, és az arab világ egyre inkább szembefordul Izraellel. Az esetleges evakuálásra két fő ok miatt lenne szükség. Izraelből mintegy 600, Libanonból akár 86 ezer amerikai állampolgárt kellene kimenekíteni, amennyiben a Hezbollah fegyveres szervezet Izrael ellen támadást indít. Bár a tisztviselők hangsúlyozzák, hogy ez csupán egy vészforgatókönyv, a kormányzatnak felelőssége felkészülni minden eshetőségre. Az amerikai kormány aggodalmai a Közel-Keleten való eszkaláció miatt egyre nőnek, mivel Gáza bombázása következményeképpen az arab világ mind jobban Izrael ellen fordulhat. Emellett a radikális szervezetek is komoly fenyegetést jelenthetnek Izrael és a Közel-Keleten működő amerikai
amerikai bázisok ellen. Az esetleges amerikai evakuálás szakértők szerint rendkívül nehéz lehet, és olyan katonai erőforrások bevonását tenni szükségessé, amelyek csak nemrégiben érkeztek a térségbe. A Pentagon is felkészült a katonai fenyegetések növekedésére a Közel-Keleten, különösen Irán tekintetében, amely támogat olyan csoportokat, amelyek rakétákat és drónokat használnak amerikai katonai állások ellen. A közeljövőben további rakétavédelmi rendszerek kerülnek a régióba. Az Egyesült Államok az erőszakos cselekmények növekvő kockázata miatt globális biztonsági figyelmeztetést adott ki az állampolgárai számára, és azt tanácsolja, hogy legyenek rendkívül körültekintőek a külföldi tartózkodás során, mivel terrortámadások és egyéb erőszakos cselekmények fenyegethetik őket, a mandiner.hu cikkét címeztem, szemléztem. A hetek.hu pedig folyamatosan követi az izraeli eseményeket. Az izraeli külügyminiszter elítélte az ENSZ főtitkárt, amiért az izraeli hadműveleteket kritizálta, írja a lap. Főtitkár úr, milyen világban él ön? Mondta Eli Cohen a biztonsági tanács rendkívüli ülésén. Antonio Guterres korábban nem csak a hadműveleteket kritizálta, de azt is, hogy Izrael közzétette azon gyermekek névsorát, akiket elrabolt a terrorszervezet, valamint a Hamas civilek elleni támadásait részletesen is ismertette, emiatt kérte számon az izraeli külügyminiszter a főtitkárt. Az izraeli rendőrség lezárta az Al-Aqsa mecsetet Jeruzsálemben. Sajtóbeszámolók szerint a hatóságok reggel óta megszigorították a belépést a mecsetbe, és mostanra valamennyi korosztály számára megtiltották a belépést. A Wafa News Agency ugyanakkor arról számolt be, hogy a muszlimokkal ellentétben a zsidó lakosokat beengedték a területre, hogy ott imádkozzanak. Az izraeli mentőszolgálat közlése szerint legalább 5 ember megsérült a Tel Aviv térségét ért rakétacsapásokban, kettejüket repesz darabok találták el Birjakovban és Holomban. Az izraeli hadsereg célzott légicsapásokkal végzett a Hamas 3 magasrangú tisztjével, közölte az izraeli haderő. A 3 parancsnok helyettes közül az egyik részt vett az október 7-i mészárlásban a Bíri kibucban. Rakétabecsapódást jelentettek a közép-izraeli Holon városában, miután a Hamas hatalmas rakétatüzet zúdított Izraelre. A rakétatűz, amely miatt Izrael egész középső részén megszólaltak a szirénák, több mint 1 millió izraelit kényszerített óvóhelyekre. A Google biztonsági óvintézkedésként letiltja a Maps és Waze alkalmazásokban az élő forgalmi viszonyokat mutató funkciókat Izraelben és Gázában. Ahogy korábban is tettük, konfliktus helyzetekben, a régióban kialakult helyzetre reagálva, a helyi közösségek biztonságára való tekintettel ideiglenesen letiltottuk az élő forgalmi viszonyok és a forgalmi információk megtekintésének lehetőségét, közölte a Google szóvivője. A török elnök közölte Vladimir Putyinnal, hogy a palesztinokkal szembeni kegyetlenség egyre nagyobb. Recep Tayyip Erdogan orosz kollégájával folytatott telefonbeszélgetésében azt mondta, hogy a nyugati országok hallgatása csak súlyosbítja a gázai humanitárius válságot, és hogy folyamatosan civileket gyilkolnak. A Reuters jelentése szerint Erdogan hivatalának közleménye szerint Ankara továbbra is azon fog dolgozni, hogy nyugalom legyen a térségben, írja a hetek. Szijjártó Péter azt mondta, hogy rendkívüli közelségbe kerülne a 3. világháború, ha kiszélesedne az izraeli terrorellenes művelet. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be az ENSZ biztonsági tanácsának ülésére érkezve, hogy a világot most leginkább az Izraelben kirobbant konfliktus aggasztja, ezért számos európai és észak-amerikai állam is külügyminiszteri szinten képviselteti magát a közel-keleti helyzettel foglalkozó délutáni vitán. Világosan kell beszélni, Izraelt brutális terrortámadás érte, mivel több ezer rakétát kilőni egy szuverén ország területére, megölni nagy számban civileket, túszokat ejteni, azt nem lehet másképp értelmezni. Ezt mondta Szijjártó Péter hozzátéve, hogy ez ellen a brutális terrortámadás ellen Izraelnek igenis joga van fellépni, Izraelnek igenis joga van az önvédelemhez, szögezte le, aláhúzva, hogy le kell győzni a támadás mögött álló terrorszervezetet. Az ukrajnai háborút, az afrikai terrortámadásokat, továbbá egy esetlegesen országok közötti háborúvá alakuló közel-keleti konfliktust összeadva már nagyon-nagyon közel kerülnénk ahhoz, amit harmadik világháborúnak nevezünk, figyelmeztetett a miniszter.
és arról is beszélt, hogy rendkívüli közelségbe kerülne a harmadik világháború azzal, ha újabb államközi fegyveres konfliktussá szélesed neki az izraeli terrorellenes művelet, ez súlyos kihatással lenne a globális biztonságra. Emmanuel Macron francia elnök óvva intette a különböző regionális szereplőket, köztük Iránt és a Hezbollah libanoni csoportot arról, hogy megtámadják Izraelt. A nyilatkozatot Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatón tette, erről az oroszhírek.hu számol be. Szeretném figyelmeztetni a Hezbollahot, az iráni kormányt, a jemeni hutikat és a térség más Izraelt fenyegető szereplőit, hogy ne vállalják azt a meggondolatlan kockázatot, hogy új frontot nyitnak, mondta Macron. Szerinte egy ilyen lépés utat nyitna egy olyan regionális konfliktus előtt, amelynek minden fél vesztese lenne. Október 15-én egyébként Amir Abu-Dalaian iráni külügyminiszter a katari uralkodó emírrel Tamim bin Hamad al-Thani sejkkel Dohában tartott találkozóján kijelentette, hogy ha Izrael továbbra is támadja a gázai övezetben élő civileket, a konfliktus kiterjedhet. A Hamas Izrael elleni támadása után az izraeli-libanoni határon is eszkalálódott a helyzet. Naponta vannak összecsapások az izraeli hadsereg és a fegyveresek, feltehetően a libanoni síta Hezbollah szervezet tagjai között. Eközben Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a kétoldalú együttműködés bővítéséről tárgyalt magas szintű megállapodások keretében Teheránban, közölte az orosz külügyminisztérium a külügyminiszterek 3+3 formátumú találkozóját követően. Alaposan megvitatták az aktuális kétoldalú napirendet, hangsúlyt fektetve a sokoldalú orosz-iráni partnerség teljes komplexumának továbbfejlesztésére, összhangban a Vlagyimir Putyin orosz elnök és Ibrahim Rajszi iráni elnök között létrejött megállapodásokkal áll a közleményben. A felek kiemelték a közös projektek megvalósítását az energia és a logisztika területén, beleértve az észak-déli nemzetközi közlekedési folyosó teljes körű elindítását. További lépésekről állapodtak meg az orosz-iráni kapcsolatok további erősítése érdekében, közölte a minisztérium. Emellett Moszkva és Teherán egyaránt hangsúlyozta, hogy elfogadhatatlanok azok az egyoldalú nyugati szankciók, amelyek aláássák a világgazdaság normális működését. Tekintettel az iráni programról szóló, az iráni atomprogramról szóló közös átfogó cselekvési terv körül kialakult helyzetre, a felek elítélték a nyugati résztvevők által tett lépéseket, amelyek ellent mondanak az ENSZ biztonsági tanácsának 2231-es határozatának. A felek megismételték, hogy nincs alternatívája a vonatkozó 2015-ös nemzetközi megállapodásnak, áll a közleményben. Ukrán drónhajókat semmisített meg az orosz Fekete-tengeri flotta. Október 24-én moszkvai idő szerint körülbelül 4 órakor a Fekete-tenger északi részén az ukrán haditengerészet 3 személyzet nélküli hajóját észlelték technikai megfigyelési eszközökkel. A területet, ahol a személyzet nélküli csónakokat észlelték, szabotázsellenes rakéta és bombarendszerek tüze érte, olvasható a közleményben. Jelenleg a szevasztopoli öböl külső szakaszán akna és szabotázs elleni intézkedések sorát hajtják végre. Nem ez az első ilyen incidens az utóbbi időben. Múlt kedden a légierő egy ukrán személyzet nélküli hajót semmisített meg a Fekete-tengeren. Egy héttel azelőtt a repülőgépek 3 hasonló, ellenséges partra szálló hajót semmisítettek meg a Kígyó-sziget közelében. Az ukrán erők folyamatosan próbálják drónok segítségével a tenger felől támadni a krími létesítményeket, valamint szabotázs és felderítő csoportokat küldenek oda. Október 7-én az ukrán fegyveres erők egy csapásmérő változattá átalakított S-200-as rakétát lőttek ki a félszigetre, amit az orosz légvédelem megsemmisített. És akkor nézzük, hogy mi a helyzet az orosz-ukrán háborúval. A Portfólió írta meg, hogy az orosz csapatok folytatták Avgyivka támadását, miközben az ukrán erők Bakhmuttól délre nyomulhattak előre. Szevasztopol Moszkva által megbízott kormányzója ukrán tenger alatti szabotázs elhárításáról számolt be kedre virradó éjjel. Elküldte végső jóváhagyásra a török törvényhozásnak Recep Tayyip Erdogan svédország NATO csatlakozási kérelmének ügyét, most a magyar és a török parlamentnél
pattog a labda. Olaf Scholz német kancellár az orosz agresszióval szembeni hosszú távú támogatásról és az ország újjáépítésében való német szerepvállalásáról biztosította ismételten Ukrajnát a 6. alkalommal megrendezett német-ukrán gazdasági fórumon. Ukrajna számíthat Németországra, szögezte le a német kancellár a berlini eseményen, amelyen többek között Robert Habeck szövetségi alkancellár és gazdasági miniszter is részt vett. Scholz és Habeck az állami beruházásokra és az exportgaranciákra vonatkozóan a német vállalatoknak nyújtott könnyítéseket emelte ki. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a fórumnak küldött videó üzenetében Ukrajna megbízható partnerének nevezte Németországot, és rámutatott a gazdasági együttműködésben rejlő lehetőségekre amellett, hogy a védelmi ágazat bővítését nevezte meg legfontosabb fejlesztési területnek. Ukrajnát képviselve Denis Mihály ukrán miniszter elnök szólalt fel a fórumon, beszédében kiemelte a német Rheinmetall fegyvergyártó vállalat és az ukrán állami hadipari koncern közötti vegyes vállalat szerepét. A vállalkozásban 51%-os részesedéssel rendelkezik a német cég, a szerződés harckocsi gyártást és karbantartást tesz lehetővé Kijev számára ukrán területen. Az ukrán miniszterelnök emellett felvetette Scholznak, hogy a befagyasztott orosz vagyont az Ukrajnának fizetendő jóvátételekre használják fel. Közös megoldást kell találnunk, hogy Oroszország megfizessen az Ukrajnában elkövetett bűnökért és pusztításért, írta Smihál a Telegramon. Műsorunk végén pedig egy tragikus hírt szeretnék megosztani a hallgatóinkkal. Az Egyesült Államokbeli Phoenixben brutálisan meggyilkolták a magyar pszichológus professzor dr. Bagdi Emőke fiát, erről a Blikk írt. A Bulvárlap keddesti cikkében azt írja, október 21-én halálra késeltek egy 53 éves férfit, Csé Zsoltot, aki a Magyarországon népszerű klinikai pszichológus Bagdi Emőke fia. Az eset az arizonai Phoenixben történt szombaton. Az elkövető a 18 éves afroamerikai Yahyah Ezekiel Jackson, aki 2 hete volt próbaidőn szabadlábon egy reintegrációs program keretében. Egész gyermekkorát intézetekben és fiatalkorúak börtönében töltötte. Állítása szerint a nővére lakásán vendégeskedett Bagdi Emőke fia, akit egy összeszólalkozás után önvédelemből szúrt meg többször. Jacksont letartóztatták, és úgynevezett secondary murderrel vádolják, azaz nem fogadták el azt az állítását, hogy hirtelen felindulásból ölt, ez Bagdi Emőke nyilatkozta. Állítólag nyereségvágy áll a gyilkosság mögött. Egyébként a 18 éves elkövető nem először ölt már embert, és közismert, hogy súlyos indulatkezelési zavarai vannak. A fiamat, aki teológus volt, egy rendezvényre hívták, azonban törbecsalták. Szándékközösségben többek által nyereségvágyból elkövetett rablógyilkosság volt. A bűntényt egyelőre a 18 éves, 2 méter magas kisportot Jackson vállalta magára, de más vitte el az autót, a mobiltelefont. Nem ismerte a fiam a támadókat, és még csak nem is védekezett, mert nem számított semmi rosszra. Jó indulatú, embereknek segítő, mélyen hívő ember volt. Vékony, 170 cm-es, jóságos kis ember, nyilatkozta a Blikknek Bagdi Emőke. Kérem a jóérzésű embereket, ne zaklassák a családomat és engem a jövőben média hírekkel és fölösleges levelekkel, kérte a pszichológus, aki nem tudja felfogni a tragédiát. Mi magunk is őszinte részvétünket fejezzük ki Bagdi Emőkének és családjának, imádkozunk értük, és nagyon tiszteljük és szeretjük őket, és imáinkban velük vagyunk ezekben a nehéz órákban. Ez volt a mai hírösszefoglalónk, köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!